Közel 60%-os visszaesés. Ez volt tapasztalható a használt autó piacon március első hetétől április végéig. Ebben az időszakban számos kereskedés kényszerült arra, hogy ideiglenesen bezárjon. A nyár kezdetétől aztán már fokozatosan tértek vissza a vevők a szalonokba, az emelkedés pedig azóta is folyamatos. Jól példázza mindezt, hogy szeptemberben már közel 12 000 használt autót helyeztek forgalomba, ami 23%-os emelkedést jelent augusztushoz képest. Az árak ugyan emelkedtek, az importot azonban az érvényben lévő határzár sem vetette vissza. A használt autók jelentős része valóban külföldön jön, és a tréleres behozatalt azt nem befolyásolta, tehát az autószállító trélerek járnak a határon. Ami befolyásolja a piac alakulását, az viszont az euró árfolyam jelentős mértékű gyengülése, tehát még a járvány előtt 330 körüli árfolyam volt, most viszont 360-365 körüli árfolyamokon mozog a forint. Ebből kifolyólag az árak bizonyos mértékben emelkedtek, egy 5-10%-os emelkedésnek lehetünk a tanúi. Ez elsősorban az alacsonyabb árkategóriában lévő járműveket érinti. Érdekesség ugyanakkor, hogy a vevők mégis elsősorban az 1 és 2 millió forint közötti modelleket keresik leginkább. Más fronton is történt változás, egyre többen érdeklődnek ugyanis már a használt autó kereskedésekben a környezetbarát modellek iránt. Már viszonylag megfizethető áron 5-6-7 éves elektromos autókat jó áron lehet vásárolni. Ugye az új autók esetében most egy jelentős állami támogatás lehet eszközölni, tehát az azt jelenti, hogy egy új elektromos autót most 20%-kal olcsóban meg lehet vásárolni. Ebből kifolyólag az 1-2 éves elektromos autókat nem nagyon keresik, de a 5-6-7 éves elektromos, illetve hibrid hajtás autókat nagyon is keresik, és azoknak a részaránya a teljes piacon belül azt gondolom, hogy jelentősen eltolódott. Ami az új és használt autópiac összevetését illeti, elmondható, hogy előbbit jóval érzékenyebben érintették az idei évben tapasztalt változások. Az év első 9 hónapjában a használt járművek eladása 16, az új autók értékesítése 22%-kal esett vissza az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, szakértők szerint azonban ez minden gazdasági válság során megfigyelhető.